Sziasztok! Most ilyen csirkemell piláf szerűséget fogok csinálni. Ugye a piláfhoz mindig valamilyen ilyen rizses hús egybe párolt cuccokkal. Most egy ilyen sima mezei, ilyen mexikói, zöldséges, picit köriset fogok csinálni, és megint úgy, hogy lássátok, hogy nagyon-nagyon gyorsan össze lehet ezeket dobni. Ez fél kiló csirkemell, amit egy picit körbepirítok. Ezt szokták úgy csinálni, hogy nem is pirítják meg a hús, de én nem szeretem, mert olyankor kijön belőle ez a fehér hab, és az nem néz ki jól az ételbe. Ugye föltettem már melegedni a tepsit, vagy a serpenyőt, amiben meg fogom csinálni. Ezt majd be is fogom tenni a sütőbe 150 fokra, ott fogom készre párolni. Tehát igazán ezzel addig kell dolgozni most, amíg a csirkét összevágom, meg egy picit körbepirítom, és utána mindent összedobálok, beízesítem és beteszem a sütőbe. Körülbelül ennyi ideig fog tartani. És akkor most már azt is megtanultam, hogy ezt az IMT serpenyőt, amit mostanában használok, úgy lehet megnézni, hogy mikor elég meleg, hogy ide kell tenni egy pici vizet, hogyha esetleg most így vettetek már ilyet, mert látjátok, hogy én is ezt szoktam használni. És amikor elkezd ott így pezsegni a víz, akkor lehet tudni, hogy szépen át van az egész edény melegedve, de hát ezt körülbelül, amíg a fél kiló mellett összevágtam, addig szépen föl is melegszik. Úgyhogy ilyenkor már mehet bele a hús. Mert már üzemmeleg. És vajon fogom átpirítani. Azért nem a vajat tettem bele először, hogy ne égjen meg. Hát egy ilyen 3-4 dekányit, mert a vajat iszonyatosan jó ízt ad ezeknek az ételeknek. Teszek rá egy fél teáskanál sót első körbe, megborsozom, főleg ha beindulna, azért nagyszerű ez a automata borsóromat imádom, akkor teszek rá boltiőrölt borsot. Úgy. Fogok beletenni 2 gerezd fokhagymát, azt csak így egy kicsit átvágom, nem baj, ha nagyobb darabok maradnak. Úgyis kifő az ereje, és akkor nem lesz zavaró, ha esetleg ráharap az ember. Bocsánat, belement a bors az orromban. Egy ilyen közepes lilahagymát is összevágok. Meleg vízbe kiolvasztottam másfél csésze ilyen mexikói zöldséget. Ott még van itt egy fél hagyma, amíg ezt belevágom. És csak annyira, hogy szépen így körbefehéredjen a hús, annyira fogom megpirítani. Ezt is, hogyha lehet, az a baj, hogy nekem ez a közepes lángom, hogy ezt a legerősebb lángon célszerű mindig csinálni, hogy gyors legyen a pirulás, csak a videó miatt mutatom meg sokszor ezen. Fogok beletenni egy késhegynyi köriport. Nem sokat, mert nem akarom, hogy nagyon körös legyen egy ilyen ennyit. Ugye a bors már benne van, fokhagyma majd megy bele. És teszek bele egy teáskanál ételízesi főt, és ebben ugye mindenféle szárított zöldségek vannak. Azért tettem csak fél teáskanál sót, és majd amikor felöntöm, megkóstolom, ezt ilyen adalékanyagmentes ételízesítőt szoktam használni, és akkor nem kell a alaplével szenvedni, úgymond. És hát látjátok, hogy amíg ez így kicsit átpirul, annyi idő alatt tulajdonképpen ugye össze lehet vágni hozzá a hagymát. Itt van a mexikói zöldség, de ezt is lehet külön zöldségeket, vagy akár gombát beletenni. Lehet, hogy most még vágok bele még egy szelet kaliforniai paprikát, hogy egy kicsit színesebb legyen. Ebben a fajtában, amit én veszek, de kaliforniai paprikát én nagyon szeretem egyébként, mert ilyen kellemes édeskés íze van, és teljesen jó az ilyen jellegű ételekhez. Na,
Mindjárt, amikor már sehol nincsen rajta ilyen látható nyers rész, csak addig, már most tök jó illata van a köritől egyébként. Aki szereti jobban, az csinálhatja erősebben körisre, de nálam a lányok nem annyira rajonganak érte, úgyhogy nem szoktam túlzásba vinni. Na és tulajdonképpen szinte mindjárt meg is vagyok. Picit még kirítom a húst. Most már sehol nem látok ilyen nyers részt a húson, tehát nem fog ilyen ha kijönni. Fogom és szépen mindent beledobálok. Így a zöldségek közül. Ezt így összekeverem. De lehet így is. Na most nézzetek meg milyen jól néz ki. És egy csésze rizst ráöntök, és kettő csésze forró vízzel felöntöm, és beteszem a sütőbe. Ennyi. Körülbelül a történet. Hú, a fokhagyma. Na hát, figyeljetek, ennek már most olyan íze van, a íze illata, hogy hihetetlenül itt kimértem egy csésze rizst, csak így közé szórom. És felöntöm kettő csésze meleg vízzel. Körülbelül ennyi volt az ételnek a összerakása. Még egy kis petrezselynet teszek bele, vagy ha van zöld koriander leveletek, az nagyon-nagyon jó ízt ad neki. Így kicsit megmozgatom. Ennyi. Megvan a fedő, és mehet be a 150 fokos sütőbe. És szépen fél óráig hagyom ott párolódni, az alatt a rizs is át fog hűlni, utána kiveszem, és hagyom egy negyed órát pihenni, akkor fogom átkeverni, és lehet is enni a kaját. Na, fél óra után kivettem a sütőből, és most egy negyed órát hagytam pihenni, és ilyenkor szépen csak így finoman föl keverem, mintha párolt rizs lenne, és már lehet is tálalni, és látjátok, gyönyörű szépen átpárolódott az egész, szinte még pergős, és tudom, hogy ez sok ember, de nem tudom, valahogy ez a pergős rizs, ez ilyen lövés az embereknél, hogy ne legyen ilyen összetapadt, szétázott, de hát ez látjátok, hogy nem az, és hát ebből lehet akkor kiszedni, és mi most őszi barackkal fogom fogyasztani, mert ehhez a zöldséges ilyen csirkés cuccoz abszolút jól megy a barack, mindjárt szedek ki abból is. Hát, és a puding próbálja az evés, ugye? De ananásztal is tök jó egyébként. Hát, tök jó lett ez is. Egyébként lehet egy pici reszelt sajtot is tenni rá, és akkor tényleg egy nagyon gyorsan, könnyen és egyszerűen összedobott kis ebédet, vagy vacsorát, vagy bármit tudtok visszenteni magatoknak. Tök finom lett egyébként, tényleg. Na, jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!